Stopptávla figyelmeztet a Verseny utcában, hogy az Élmunkás utcán közlekedőknek elsőbsége van. A lakók kérésére változtatnak ezen. Már majd, hogy nem egy évvel ezelőtt érkeztek hozzám az első lakói megkeresések ezzel kapcsolatban, és ugye a városüzemeltetési osztály, majd pedig ezt követően az illetékességgel bíró városstratégiai idegenforgalmi és sportbizottság vizsgálta ezt a kérdést, és hozott döntést arról, hogy a korábbiaknak megfelelően, mert ez ugye igenis egy egyenrangú útkereszteződés volt, visszaállításra kerüljön ez a forgalmi rend. A lakókat nem csak a járművek zaja, a porterhelés, a felverődő kavics zavarja, hanem a forgalom sebessége is. Az utóbbi évtizedben ebben a térségben hatalmas forgalom növekedés valósult meg. Ez részben a Stromfeld lakótelep bővülésének, az utca végén telepített garázssornak, illetve egy országos futárcég telephelyének a ideköltözése miatt történt meg. Gyakorlatilag a kérésünk az volt az önkormányzat felé, hogy vizsgálják felül, hogy valamilyen módon tudják ennek az Élmunkás utcának a forgalmi sebességének a csökkentését elérni. Nagyon hangsúlyozni fontos, hogy nem a forgalom mennyisége eredni a problémánk, a forgalom növekedés, ezt el kell fogadnunk sajnos, hanem a tempó, a sebesség növekedése is, ami roppant baleset veszélyes. Március 1-től egy hónapos próbaidőszakot indítanak, felmérik, hogy tartósan is jó megoldás lesz az egyenrangú útkereszteződés visszaállítása. A forgalmi rend változásra, hogy március 1-től kerül sor, előtte a jelzőtáblákat ugye a SZOVA ZRT-vel kihelyeztetjük, tehát minden irányból a forgalmi rend változásra figyelmeztető veszélyjelző táblát, amit a jogszabály előír, 90 napig kell elhelyezni a csomópont előtt, és a jelzőtábla, illetve a stop felirat eltávolításra kerül. Előtte pedig, illetve abban az időszakban, amikor a forgalmi rend változás megtörténik, egy hónapos időszakban itt az út szélén elhelyezünk még mindkét oldalon, minden négy ágon 3-3 darab ilyen úgynevezett sávozott terelőtáblát, amivel megpróbáljuk, illetve szándékunkban áll figyelmeztetni a járművezetőket. Március végén összegyűjtik a tapasztalatokat és mérlegelnek, ha mindenki, aki erre közlekedik, megszokja az új forgalmi rendet, nincs más teendő. Arra az esetre viszont, ha esetleg problémák adódnak, más tervek is vannak. Hogyha mindenki megszokja ezt az új forgalmi rendet, és ez jól fog tudni működni, akkor gyakorlatilag nem lesz további dolgunk. Ha viszont esetleg azt tapasztaljuk, hogy ebből problémák adódnak, akkor további megoldásokat kell számításba vennünk, mondjuk egy kiemelt kereszteződésnek a kiépítését akár, ami ugye egy ilyen szintben megemelt kereszteződést jelent, aminél mindenképpen le kell lassítaniuk az autósoknak, viszont mondjuk egy fekvőrendőrhöz képest, vagy akár több fekvőrendőrhöz képest meg sokkal kisebb hanghatással jár. A jogkész szabály a város számos utcáján jól működik, így azt remélik, hogy a Verseny és az Élmunkás utca csomópontjában is sikeres lesz az egyenrangú útkereszteződés visszaállítása.